Nagyjából 7 éves lehettem, amikor először megalkottam egy kis versikét. Aztán volt több is gyermekkoromban, fiatalkoromban, de aztán nem foglalkoztam vele, mert a családban mindenki azt mondta, hogy ő is írt, amikor gyerek volt. És így azt gondoltam, hogy ez egy átlagos dolog, nem kell neki nagyobb figyelmet szentelni. Aztán úgy nagyjából 10 évvel ezelőtt elkezdtem írni egy kis regényt, amit pár éve mutattam meg Ágotának, Kapuja Ágotának, és azt mondta, hogy ez egész jó, miért nem foglalkozok vele, elmélyültebben. Aztán, amikor elmentem Gyesre, akkor végül is elkezdtem meséket írni. És egy idő után azt vettem észre, hogy annyi van, hogy ez akár egy kötetet is kitesz. Mindig átküldtem Ágotának, olvassa el, és általában pozitív visszajelzést kaptam. Ha meg nem, akkor kijavítottam olyanra, hogy jó legyen. Most már a Dabasi Újságban is láthatjuk a Gyereksarok rovatban, hogy rendszeresen megjelenik egy-egy mesét. Ezek milyen témákat ölelnek fel? Igen, ez nagyon érdekes. Nem terveztem, hogy folytatásos lesz. Csak amikor Ágota felkért, hogy mi lenne, ha lenne benne egy ilyen oldal, akkor írtam egy mesét, ugye Medve Móriczról és társairól. Aztán, amikor kellett készülnem a következővel, akkor arra gondoltam, hogy végül is miért ne történhetne velük tovább a mese, és így aztán folytatásos lett. Jöttek a szereplők, szinte meséltek magukról. Most pedig olvashattuk a legutolsó Dabasi Újság számában, hogy egy díjat is nyertél. Milyen pályázat volt ez, milyen díjat kaptál? Igen, ez az Országos Més László Irodalmi Társaság pályázata volt. Novellát, verseket lehetett beküldeni, én küldtem ezt is, azt is, és egy novellával nyertem, a Lopott Vétkekkel, osztott elsőt Szokolai Zoltánnal. Ez a novella egy férfiról szól, akit látunk a nappaliában ücsörögni. Nagyon szépen gazdagon berendezett nappali, és a pápa választást nézi a tévében. Megtudjuk róla, hogy igazából nem tartja nagyra az egyházat, nem sok köze van hozzá, de mégis nézi a pápa választást. Aztán egyszer csak az órára pillant, és fölpattan, hogy neki menni kell, és elmegy a misére. És akkor ugye itt a kérdés, hogy ez az ember miért is megy misére, hogyha semmi köze az egyházhoz. Nem mondanám el az egészet. Akit érdekel, az el tudja olvasni akár a lenolaj.hu-n, vagy a Mécs László oldalán is. Mik a terveid a jövőre nézve? Ugye mesélted, hogy már van esetleg egy kötetre való is. Mik a tervek? Igen, nem régen találkoztam éppen a kiadóval, és ha minden jól megy, akkor össze meg fog jelenni az első mesekönyvem.